estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Sokan a vízpartokon keresnek menedéket a nyári hőség elől. Ám ilyenkor sem szabad elfeledkezni bizonyos higiéniai szabályokról, hogy következmények nélkül élvezhessük a melegebb napokat. Az elmúlt hétvégén megteltek a strandok, a Velencei tónál, de a városi strandon is több százan fürdőztek. Hosszú ideig vízben tartózkodni azonban veszélyes is lehet, aminek leginkább a hölgyek vannak kitéve. Sokan azonban nem tartanak az esetleges betegségektől. Én személy szerint jobban szeretem a élővizet, mint a strandot, úgyhogy nem nagyon, nem félek. Nem volt rá precedens, nem. Nem, évek óta járunk ide, és sose. Az idősebbek közül vannak, akik csak a parton élvezik a strandot. Vigyázni kell. Vigyázni, mert ugye itt sok ember van, jól érzi magát. Én csak a pici dédunokam véget jöttem, hogy a fiatalok is tudjanak mártózni. Van, aki tudatosan próbál védekezni a fertőzések ellen. Szoktam előtte venni gyógyszertárba ilyen megelőző betegségekre, hogy nehogy valami baj legyen, hogy baj történjen. Hallottam ezt azt, kicsit tartok tőle, de annyira nem. Kihagyni semmiképpen sem kell a fürdőzést, de mértékletességgel elkerülhető a felfázás. A szakember azt javasolja, kerüljük el a tömeget, mert ahol sok ember van egyszerre, remek táptalaj keletkezhet a baktériumoknak. Ha tehetjük, csak rövidebb ideig tartózkodjunk a vízben. Ugye valaki elmegy egy lágon a strandra, a legfontosabb először is, hogy a nagy hőhullám, hőség van, akkor nagyon sokáig ne napozunk, mert ha nagyon sokáig napozunk, az nagyon káros lehet a szervezetre. És ezt követően pedig, hogyha bemegyünk a hirtelen hideg vízbe, akkor pedig nagyon hirtelen leülés, akkor az szintén nem szerencsés, pláne, hogyha tartósan vagyunk bent a vízben. Ilyenkor bizonyos felfázás jött létre, a hólyag, a kismedence lehűl, megfázik, és pláne miután kijövünk a vízből, a hölgyek kijönnek a vízből, és ugyanaz a fürdőruhában vannak, amivel a vízre voltak, az a nedves fürdőruha tartósan rajtuk van, ez állandó nedvességet tart fönn, ez egyben felfázást is okozhat, illetve a hüvely, ez egy nagyon érzékeny terület, tehát ez a nedves fürdőruha különböző korokozókat tartalmazhatnak, és természetesen fertőzéseket hoznak létre. A különböző hüvelygombásodásoktól kezdve a bakteriális fertőzésekig már mindig bekövetkezhet, persze nem csak strandon, bárhol. Most a fontos az, hogy a strandolás során ha bizonyos folyadék túl közel kerül a hüvelybemenethez ezek az infekciók, és tartósan a nedves fürdőruhán keresztül ott vannak, akkor természetesen kialakulhat egy fertőzés, a legfontosabban azért, leginkább azért, mert felborul a hüvelynek a flórája. A hüvelynek van egy természetes pH-ja, és ha bármi ezt fölborítja, ugye akkor ez megváltoztatja a szituációt, és akkor azok a kórokozók, amelyek véletlenül oda kerülnek, gyakrabban elszaporodnak. A másik fontos dolog a megelőzésnek, hogy például a nőknél előfordul a menstruációs ciklusok. A menstruációs alatt általában ne strandoljunk, de hát nagyon sokan strandolnak úgy is, hisz vannak a tamponok, amiket behelyeznek, és úgy tudnak fürdeni, de ilyenkor nagyon fontos, ennek szintén a gyakori cseréje. Tehát nem szerencsés az, hogyha valaki reggel föltesz egy tampont, és másnapig ott van, vagy estig ott van, nagyon sok nedvességet fog bekerülni, ez egy baktérium táptalaj, és nagyon súlyos hüvelyfertőzések jöhetnek létre, sokszor egész súlyos hasüvi gyulladások, mély gyulladás, sőt súlyos szepszis is kialakulhat, hogyha ezt valaki nem megfelelően cseréli. Tehát nagyon fontos ezeknek a higiénikus szabályoknak a betartása. Két terület van, az egyik az, hogy van az úgynevezett fölfázás. Tehát, hogyha valaki nagyon sokáig hideg vízben strandol, nem cseréli a fürdőruhát, és egy bizonyos alhasi fájdalmat kezd érezni, és gyakori vizelési ingert érez, és gyakran kell vizeletet üríteni. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy nem csökkenteni kell a folyadékbevitelt, hanem bő folyadékot kell vinni, minél többet iszik valaki, annál gyakrabban vizeletet ürít, és tisztul tulajdonképpen a hólyag, és ezáltal csökkenek a panaszai. De ha nem csökkennek a panaszai, két-három napon belül, akkor mindenképp szakorvoshoz kell fordulni, mert esetleg megfelelő kezelésre szóba jön. A másik pedig, hogy a hüvelyfertőzések esetén, pedig hát a hüvelybemeneten ilyen hiperémiás, piros elváltozásokat lehet észrevenni, vagy viszketés, vagy esetleg bővebb váladékozás, azokkal szintén szakemberhez kell fordulni, mert az elhatalmasodik, hetekig nem kell venni, hogy múlhat, majd rendben jön magától.
Ezért fontos, hogy mindig tartsunk magunknál száraz fürdőruhát is, és ha tehetjük, egy zuhany után azonnal cseréljük le. Kis elővigyázatossággal sokat tehetünk azért, hogy gombás vagy bakteriális megbetegedések ne keserítsék meg a vízparton töltött napokat. Naptej, tusfürdő, testápoló. Ezek a kozmetikumok biztosan bekerülnek a bőrönbe, hogyha nyaralni megyünk. De megkérdeztük a szakembert, hogy ezeket mivel érdemes még kiegészíteni, hogyha esetleg hosszabb utazásra vagy fesztiválra mennénk. Hogyha nyaralni megyünk, akkor úti patikát már csomagolunk magunknak. Ez teljesen megszokott dolog, de nem biztos, hogy a fiatalok a fesztiválok idején fesztiválozni visznek magukkal gyógyszereket. Hogyha a fiatalok nem is gondolnak erre, a szülőknek azért érdemes, hogy mi kerüljön ebbe a csomagba. Erről beszélgetünk most Neider Attilával. Jó napot kívánok! A szúnyogspré nekem így első körben eszembe jutott. Legyen? Hát olyan helyen történik ez a fesztivál, akkor igen. Illetve ha többnapos fesztiválról van szó, akkor mindenképpen érdemes valami napozás elleni védelemről gondoskodni, illetve ha esetleg leégnénk, akkor valamilyen leégés elleni szert is érdemes vinni. Illetve arra is figyelni kell, hogyha egy fesztivál esetén nagyon meleg van, a folyadékpótlásra mindenképpen érdemes figyelmet fordítani, és azt érdemes figyelembe venni, hogy a tömény alkoholos italok tulajdonképpen vizet vonnak el a szervezetből, tehát ezekkel csinyán kell bánni, illetve mindenképpen érdemes sok vizet fogyasztani. Illetve ha nagyon jól sikerült a buli, akkor másnapra érdemes valamilyen fájdalomcsillapító, fejfájás csillapítót is vinni. Illetve esetleg meg egy-két szokásos sebtapasz, esetlegesen hasmenés elleni szert. Mire figyeljünk egyébként, mire figyeljenek a fiatalok a fesztiválozás idején azok mellett, hogy ezek a gyógyszerek, hogyha szükséges, akkor legyenek ott, hogyan lehet biztonságosan bulizni, fesztiválozni, mit tanácsol a gyógyszerész? Hát amit az előbb is említettem, tehát egyrészt a leégésre nagyon kell figyelni, mert ha nyári időszakban nagyon könnyen leéghet valaki. A másik, amit az előbb is említettem, a folyadékpótlás, ugye ilyenkor sokkal több alkoholos folyadékot fogyasztunk, a tömény italokkal kell nagyon vigyázni. Előfordulhat, hogy mégsem nyári meleg van, hanem egy hatalmas vihar kap el minket. Mi történik ilyenkor, és mi legyen nálunk feltétlenül? Ilyenkor mondjuk esetlegesen másnap a torkunk fáj, vagy megfázunk, tehát ilyen készítményt is vihetünk magunkkal, esetlegesen torokfertőtlenítőt, lázcsillapítót. Mi a tapasztalat egyébként, hogy akár úti patikát, akár fesztiválos csomagot visznek-e a székesfehérváriak magukkal? Az úti patika szerintem egyre gyakoribb, hiszen esetlegesen külföldi úton sokkal komplikáltabb mondjuk egy gyógyszert beszerezni, illetve főleg azok, akik tudják, hogy mondjuk a gyermeküknek mondjuk szem problémája, vagy egyéb probléma gyakrabban előfordul, az ilyen emberek már gondolnak rá, és biztonságképpen már visznek magukkal ilyen gyógyszert is. És ez nem csak biztonságot ad, hanem nyilván az egészségüket is szolgálja. Igen, mert ha történik valami, akkor azonnal felkutatni mondjuk egy olasz vagy horvát nyaralóhelyen, hogy hol van közelben gyógyszertár, és egyáltalán az a gyógyszer kapható-e, illetve hogy nyelvi szempontból tudunk-e kommunikálni az ottani gyógyszerésszel, azért ez sokkal komplikáltabbá teszi, és el is tudja rontani a nyaralásunkat. És mi a helyzet a fesztiválokkal? Fesztiválra még egyelőre nem, nálunk még senki nem vitt külön így gyógyszert, hogy fesztiválra vinne, de azt hiszem, hogy ez is terjedőben van, hiszen már volt róla szó, hogy akár gyógyszer elérhető fesztivál idején is. Tehát kivonul mondjuk egy gyógyszertár. Bár még nincs kánikula, a melegebb napok a háziállatokat is megviselik. Mutatjuk, hogy ilyenkor mire kell odafigyelni. Fú.
Fokozottan oda kell figyelnie a gazdáknak kis kedvencei gondozására a nyári időszakban. A hosszú szőrű kutyáknál például fontos, hogy mindig ápolt legyen a szőrzet, hiszen így sokkal könnyebben tud szellőzni, kevesebb kosz vagy csimbók ragad bele egy-egy sétáltatás során. A szakemberek véleménye szerint a sétáltatás időpontja sem mindegy. Igazából azt kell tudni, ugye, hogy a kutyusok azok nem így tudnak izzadni, hanem a talpukon izzadnak, ezért a nagyon a hővesztés az sokkal nehezebb számukra, mint nekünk. És ez a nagy melegváltozás azért rossz, mert hirtelen ugye felmelegedik az éghajlat, az aszfalt is meleg lesz, emiatt inkább azt szoktuk ajánlani, hogy kora reggel sétáltassanak kutyákat, vagy inkább és este érdemes sétáltatni, autókáztatni nem igazán javasolt, főleg azt követik el nagyon sokszor a gazdik azt a hibát, hogy ugye szeretik mindenhova magukkal vinni, beugranak gyorsan a bevásárlóközpontba, vagy bárhova vásárolni, és ott felejtik a kutyusokat, ami hát sajnos nagyon rossz, mert az autó az fel tud 40-50 fokra is melegedni, amit már a kutyának a szervezete nem bír. Effektív hiába, hogy liheg, nem tudja saját magát hűteni annyira, hogy az megfelelő legyen. És alapvetően mik azok a dolgok, amikre mondjuk egy kutyatartónak ilyenkor a melegben figyelnie kell? Tehát mondjuk egy problémásabb nagyszőrű kutyánál, nagyobb termetűnél, akinek nagyobb a folyadékbevitelre az igénye, a mozgás igénye. Többször kell levinni, több vizet kell adni neki, vagy hogyan kell erre figyelni? Hát például a hosszú szőrű kutyáknál szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg ápolt legyen maga a szőrzete is, hogy ne legyen olyan csimbókos, mert akkor könnyebb maga a szőrzetnek is a szellőzése. Folyadék az mindig legyen előtte. Ez azt jelenti, hogy naponta nyáron legalább 2-3-szor, vagy esetleg 4-5-ször is lehet folyadékot cserélni. Mindig kell figyelni arra, hogy ne legyen üres maga a tár. Most a kutyák is ugyanúgy, mint az ember, a friss vizet sokkal jobban szeretik, és ezért érdemes úgy csinálni, szerintem, hogy 2-3 óránként azért kicserélni a folyadékot, legyen minél több. Azt kell tudni, hogy például, hogyha olyan kezeléseket kapnak, amiben van vízhajtó, akkor még inkább érdemes odafigyelni erre, hogy minél több víz legyen, mert fontos a vízbevitel. És arról általánosságban lehet beszélni, hogy a nagy melegben milyen problémákkal jönnek be a kis cicák, a kiskutyák a leggyakrabban a gazdik? Hát ilyenkor nagy melegben ugye van a hőgutta, amiről már beszéltünk az előbb is, hogy ott felejtik az autóba, vagy sétáltatás közben. Ugye van olyan fajta kutya, amelyiknek eleve már problémás a légzése, ezek a mopszok, a francia buldogok, nekik eleve már a légzés az sokkal nehezebb, mint egy átlagos kutyának, és ez szokott probléma lenni a hőguta, vagy az, hogy ugye az aszfalt megégeti magukat, a talpárnácskákat, ezért a sérülés. A kiszáradás lehet az, hogy elfelejtenek gyakran vizet tenni nekik, és ez szokott átlagban ilyenkor probléma lenni. A melegben előforduló leggyakoribb megbetegedések a légzés és mozgás problémák. Ezek különösen a mopsz és francia buldog fajtájú kutyusokra jellemzőek, illetve gyakran előfordul, hogy az autóban felejtik a házi kedvenceket. Elég lusta, úgyhogy ilyen napközben végigalszik, és akkor egy-egy ilyen futis időt szoktunk így beiktatni egy nap. A szőre, hát igazából nem szabad ilyenkor se nagyon megnyírni őket, mert például a Goldiknál ez a mellszőr a legnagyobb, viszont ott 6 fokkal hűvösebb is van, mint a többi területén, úgyhogy erre is nagyon kell figyelni, hogy hirtelen nem szabad megnyírni, mert nem feltétlenül azzal teszel jót, ha lekopasztod a kutyusodat. Úgyhogy hát annyi, hogy vizezünk ilyenkor fel, tényleg leszoktam locsolni, hogy amíg itt futkározok, addig se a nap őcsüsse, hanem inkább párologjon róla a víz. Úgyhogy ezekre figyelek inkább. Oda. És fürdetni szoktátok vízpart közelében, mentek vele? Igen, hát ő igazából vízikutya, úgyhogy amint vizet lát, ő megy bele, ez nem is kérdés. Hétvégenként szoktunk tópartra is járni vele, úgyhogy igen, szokott úszni is. Pogány Viktória. Igen. Szépen köszönöm. Hát igazán. Köszi. Kellő mennyiségű folyadék, naponta legalább 2 kisebb séta az esti órákban, és persze sok játék, akár kutyastrandokon, kutyafuttatókban is. Ha ezekre ügyelünk, házi kedvencünk biztosan jól viseli majd a melegebb napokat is.
Az indián törzsek életével, titkaival ismerkedhettek meg múlt héten a velencei tavi ifjúsági tábor lakói. A táborba természetesen mi is ellátogattunk. Szóval hívják össze a kis táborlakókat, akik már a vasárnapi érkezéskor indián neveket adtak egymásnak. A héten az észak-, közép- és dél-amerikai törzsek szokásával, hitvilágával, öltözködésével ismerkednek a gyerekek, és bekukkantanak az elpusztult inka, maja és azték birodalmakat körüllengő legendákba is. Rebbenő Pilla és társai egy monda megelevenítésére készülnek, melyben a férfi szerepeket is a lányok alakítják. Van ugye az apa, csak én vagyok, és akkor van egy sárkány, aki az összes fivéremet megette, és anyám, aki a vihar felesége, elrejtett egy barlangban, ott felcseperedtem, és ugye harcos lettem, megtanultam mindent használni, az íjat, meg mindenfélét, és utána kiállok a sárkánnyal, és én nyerek. Akkor élvezed ezt a szerepet? Igen. Egyébként miért jöttél ebbe a táborba? Hát tavaly próbáltam ki, mert az iskolám ajánlotta, és nagyon tetszett. Mi az, ami a legjobban tetszik itt? A bátorság próba. Az milyen, elmeséled? Hát igazából mindig más van. Este kihívnak minket, és ilyen dolgokat kell csinálnunk. Például most bekötötték a szemünket, és egy dróton kell kapaszkodnunk, és sétáltunk, vezettek minket, és ugye közben beszéltek, ott volt a napistene, aki bemutatkozott, és ennyi. Rutinos táborozó vagyok, körülbelül ez a harmadik évem. És miért jössz mindig ebbe a táborba? Hát nagyon élvezem, és szerintem nagyon jó. Mi az, amit a legjobban élvezel? Hát ezek a ruhakészítése, foglalkozások és játékok. Sok barátot szereztél egyébként? Igen, sokat. A kis táborlakók dalokat, táncokat tanulnak, és elkészíthetik saját poncsójukat is. Lemenő napsugár már viseli saját készítésű indián ruházatát. Igazából csak odaadták a pólót, és így fel kellett szabdalni ilyen csikokra. És akkor így festeni kellett rá, nem volt nehéz. A fiúk inkább az ügyesség és csapatjátékokat kedvelik, többek között a lacrosse-szal ismerkednek. Veszélyes tekintet szerint könnyen meg lehet tanulni ezt az ősi játékot. Ezzel az ütővel kell passzolgatni egymásnak, de viszont úgy, hogy csak négyet léphetsz. És rá is lehet lőni. 8 skalp a táborvezetője elmondta, a gyerekek kisebb csapatokban különböző helyszíneken töltik idejüket, nagyon élvezik a programokat, ha jó idő van, akkor strandolnak is. Nagyon szeretnek énekelni a gyerekek. Eredeti indián dalokat gyűjtöttünk össze és tanultuk a hét folyamán. A kézművesek mind
most ha belegondolok, akkor indián kultúrához kötődő népviseletek, illetve viseleteket készítettünk, díszeket gyöngyből, bőrből készítettük valóban, amiket viseltek is indiánok, megismerkedtek a saját indián törzsük kultúrájával, hitvilágával, férfiak és nők munkáival, szokásaival, indián harcos próbák, álltak ki, illetve a legelső és legizgalmasabb talán az éjjeli bátorság próba volt, ahol megismerkedtek a napistenükkel, és egy-egy próbát kellett teljesíteni, aminek a végén megkapták az indián nevüket, amit egész tábor folyamán használhatnak. A versenyszellem erősítésére az indián harcosok próbatételeken esnek át, dárdahajításban, csörgőkígyós küzdelemben és bőlényvadászatban is jeleskedhetnek. A jövő heti hagyományőrző táborba már a moldvai pusztináról érkeznek csángó vendégek, akik június 27-én pénteken fellépnek a Városházán is. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket, viszontlátásra!